nagy figyelmet kérek, mert egy érzékeny vers, szerelmes vers. Romhányi József. Mondtam, hogy csönd. Marha levél. Most én ne röhögjem el. Egy tehén. Szerelmes lett a szép bikába. De minden vad bikáknak a legvadabb bikába. Vonzalmát megírta egy marha levélben, hát nagyjából egyképpen. Hatalmas barom, bocsásson meg, hogy pár sorommal zavarom, én tudom, hogy milyen elfoglalt, milyen megbecsült, ön mégis tollat ragadott csülkem, hogy amit marha nyelv elbőgni restel, hát így adjam tudtára, mester. Ismervén jól a tehén szív rejtelmét, tehát tudja, hogy nem minden a napi tejtermék, és még szorgalmasan duzzasztom itt a tőgyemet, gondolatom egyre önkörül őgyeleg. Minden bikák közt a legelőkelőbb. Hát minden megláttam önt a legelő előtt, de elpirultam, elsápadtam, vágy reszketett fel sálamban, és éreztem, hogy kéj oson keresztül a rostélyoson. Hogy tódult a vér a szívembe, hogy hogy tódult a bélszínembe? A perc mit önvelem eltölthet ma holnap? Megráz egész pörköltnek valómat. Ám még önről ábrándozom, kérőzve vadféltést tör, a szívem még férkőzve, már bánom emerész vágyat, hiszen ugye büszke tenyészáll a csupa gőg, ki után egy egész tehéncsorda bők, de ne féljen uraságod, ha nem kellek, félreállok, nem fog látni levert búsnak, mert beállok leves húsnak. Ám ha mégis kegyes szíve veszi ezt a levelet, és megszánja az önért égő tehenet, válaszoljon hamar rája. Üdvözlőjön a marhája.